Mondtam, hogy a pépéveréshez nem kell az üvöltés. Feladod? Feladni? Én? Ó, azt nem hinném. Azt hittétek, hogy csupán három krokodillal az oldalamon foglalom el az egész árteret? Én azt hittem. Aztán megláttam, hogy körülvesznek a hiének, és feltört belőlem a harag. Tudom, hogy dühösen tilos lenne üvöltenem, de megtettem, és aztán... Tudom, Kion. Ott voltam. Szóval, azt szeretném tudni, hogy megbocsátasz-e nekem. Megbocsátani? Nincs mit megbocsátani. Megmentettél engem. De az üvöltés okozta a földrengést, és te leestél. Te pedig kihúztál. Tudom, de hogy így láttalak, azóta is félek bevetni az üvöltést. Kion, az üvöltés része a lényednek. Nem szabad elnyomnod. De honnan tudod, hogy haragomban nem sértek meg vele valakit? Onnan, hogy ismerlek. Bízom benned. Kion! Kion! Maku az! Maku? Most meg mit csinál? Ono? Mi van rajtad? Bunga műalkotása. Útközben elmesélem. Kövessetek! Maku! Az ártér nem csak a tied! Szabadon használhatod, ahogy büszke birtok, összes többi állata. És ha nem vagy hajlandó osztozni, akkor el kell menned. Így van! Hallottátok Kiont és Nala királynét? Tűnés! Ez az ártér, nem a tiétek! Nekem viszont úgy tűnik, hogy igen. Mindig megtartjuk, amit megkaparintunk. A királyné! Anya! Nem. Haragból nem szabad. Maku! Mégis mit akarsz tenni, Kion? Rám üvöltesz, hogy megsérüljön a mamád? Megint? Kion! Bízd magadban! Máskor, ha azt mondom, tűnés, tűnj is el! Hát ez bungalisztikus volt! Hóha, tényleg az volt! Nem is tudtam, hogy az üvöltéssel ilyet is tudsz. Képzeld, én se! Lehet, hogy csak jobban kellett bíznom magamban. Én mindig bíztam benned. Hey, srácok, nézzétek! Oda a fejdíszed. Kapsz tőlem egy másikat. Nem kell, nézd. A tollaim szép lassan visszanőnek. Egy-két nap és újra igazi kócsag lesz belőlem. Ono, édesüs. Oda nézz, Ono. Divatot teremtettél. Ó, igen, nagyon úgy tűnik.